A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük a megyében. Ökoturisztikai központ épül Lakitelken. A 6 éves hagyományt továbbfejlesztve rendeztek disznóvágást Soltvadkerten. A legszebb flórafotók eredményt hirdettek Kecelen. Köszöntöm nézőinket! Megyei Krónika című műsorunkkal a Bács-Kiskó megyében működő helyi televíziók közös hírműsorával jelentkezünk, innen a Bajai Televízió stúdiójából. Ha tehetik, kérem, tartsanak velünk! A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én. Annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kézirat csomagja részeként, és jelölte meg dátummal csekén a himnusz kéziratát. Most körkép következik az ünnepi rendezvényekről. A programok a Metszéspont címet viselő kortárs képzőművészeti kiállítás megnyitójával kezdődtek január 22-én 17 órakor. Az alkotások valósággal ellepték az Agóra épületét és az előtte található deákteret, így mindenhol szembe találkozhatunk az acélból készült szobrokkal és kortárs alkotásokkal. 17:30-tól pedig már ingyenes, interaktív beszélgetésen vehettek részt az érdeklődők. A Hírös Agóra aulájában Barta Dóra beszélgetett Kriskó Jánossal és a vendégekkel arról, milyen hatással van a hétköznapi életünkre, a létezésünkre a kultúra. Fő programelemünk a Magyar Kultúra Napjának tiszteletére Dobszai Meskó Ilona szerzői estje. Egy különleges zeneszerző karnagy nőről van szó, aki a Kecskeméti Szimfonikus Zenekarral ősbemutatót és szóló hangszerekre játszott műveit karnagyolja, és mutatjuk be. A Magyar Kultúra Napján tehát Kecskemét Dobszai Meskó Ilona szerzői estjével ünnepelt. A nagyterem színpadán a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar Dracsai Ákossal és Pataki Ferenccel egészült ki, emellett Földi Jácin szólóját is hallhattuk. A jeles naphoz kapcsolódó programokat szombaton a Bácskai Kultúrpalotában tartották. A program Száz Csongor időutazása magyar filmművészetben című előadásával folytatódott. A prezentációjának lényege az volt, hogy bemutassa a magyar filmművészet időtálló alkotóit. A magyar filmek, meg a magyar szerzők, azok nagyon erős filmekkel, nagyon erős alkotókkal rendelkezik Magyarország, és tehát a magyar közösség. Nagyban. Az előadó kiemelte, a magyar filmek által rangos eseményeken, például az Oscar-díj átadáson, vagy a Velencei Filmfesztiválon elért eredmények is hozzájárulnak hazánk hírnevének öregbítéséhez. Az előadást követően az est második programjaként egy kiállítás nyílt Rékasi Attila képeiből. A fotóművész elárulta, már több mint egy évtizede járja Baját, és mindig tud neki újdonságot mutatni a város. Baja ezzel a vízi, dunai, sugó kultúrával egy alföldi embernek nagyon izgalmas motívumokat, formákat, színeket tud rejteni. A kiállításon 36 képet állítottak ki a közönség számára, amely 12 év anyagát tartalmazza, és az összes mű a városhatáron belül készült. A szervezők a kultúra jegyében idén szeretnék újraindítani a filmklubot, ahol a tematikus vetítések mellett beszélgetéseket is tartanának meghívott előadókkal. Balsós, akit régen tép. Horváth László színművész előadásában hallgathatta meg a közönség Kölcsey Ferenc himnusz című költeményét a Közösségek Háza nagy termében január 21-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott városi ünnepségen. A szervező Halasi Média és Kultúra Kft. Meghívására művészek, művészeti csoportok léptek fel a rendezvényen. Ünnepi beszédet Kuris István László alpolgármester mondott. A Halasi kultúra legyen az épített örökségre alapozó vagy természeti kincset felölelő, étkezési egészség, vagy olykor a híres halasi közlekedési kultúra, esetleg a munka,
jogi, politikai vagy épp a viselkedés kultúra a mi életünk, Kiskunhalas közösségének a mintázata. Gondoljunk csak a világhírű és Hungarikum idén 120 éves kézzel varrott csodára, ami büszkeségünkre egy kis Kiskunhalast vitt, többek között a holland és a japán uralkodói házak, az amerikai, a ciprusi, a libanoni elnöki paloták, a lengyel koronázóváros Krakó vagy épp Vatikán falai közé. A program keretében nyílt meg Sáli Levente festő művész legújabb kiállítása. Sáli Levente egy különleges bemutatót is tartott, megmutatta a jelenlévőknek, hogyan alkot mostanában a virtuális térben. A produkciók sorát a Lórántffy Zsuzsanna kamarakórus zárta, Andáné Vastag Andrea karnagy elárulta, a közel jövőben ők is szeretnének egy nagyszabású ünnepséget szervezni. A Kalocsai Kortárs Művészeti Klub tagjai kiállítást rendeztek alkotásaikból, a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Kiállítás nyílt a Kalocsai Tomori Pál városi könyvtárban a Magyar Kultúra Napja alkalmából január 21-én. Kalocsai és környékbeli festők, grafikusok, szobrászok jelenhettek meg alkotásaikkal, amiket egy évig láthat a közönség. A Kalocsai Kortárs Művészeti Klub tagjai 5 éve már az első kiállítás óta mutatkozhatnak be ezeken a falakon. Kettő képet állítottunk ki mindenkitől, behozott többet, és akkor hát mi is besegítettünk a választásba, és akkor így került ki mindenkitől kettő kép. Majd a Resti Kornél zenekar lépett színpadra a kamarateremben. A kortárs kornyikák lenyomata a Század elő és a Nyugat nemzedékeinek. Adi Endre, Krúdi Gyula, József Attila, Kosztolányi Dezső, Vörös Sándor és a többi költő szinte mellettünk ül egy-egy asztalnál a közkedvelt budapesti vendéglátóegységekben. Felmértük piackutatással, hogy mire lenne igény a magyar kultúrában, és rájöttünk, hogy mi nincsen, és ezt úgy gondoltuk, hogy belesűrítjük egy lemezbe. Úgyhogy ez egy rádiószínház lett. A Kultúra Napi program a Kazinczy versennyel zárult. Talján Marian és Lázár Balázs színművészek, valamint Csörsz Rumen István régi zenész versszínházi előadása volt a kiskürösi Magyar Kultúra Napi rendezvény sorozat záró eseménye, melyet a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum szervezett. A január 22-i versszínházi előadás gerincét közismert Vörös Marti költemények adták, és hogy ma, a 21. század soha nem látott globális és nemzeti kihívásokkal teri korában mi dolgunk a világon? Még mindig az, amit Vörös Marti fogalmazott meg, küzdeni erőnk szerint a legnemesebbekért. Az előadásban elhangzó költemények mintegy egymásnak felelnek, egy dramatizált játék keretében, melyhez korabeli dallamok felhasználásával megzenésített versek társultak. Az előadást egy igazi zenei különlegesség, a szózat első, mára elfeledett megzenésítése keretezte. Modern, közösségi térrel és sportkomplexummal bővült a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara Baján. A kampuszon zajló beruházásokat egy közel 3,3 milliárd forintos keretösszegű kormányzati támogatásból finanszírozták. Az iskolafejlesztési program keretében tovább korszerűsödhet a felsőoktatási intézmény, a mai kornak megfelelő eszközökkel és új laboratóriumokkal gazdagodhat a kar. A projekt keretében nemrég kialakítottak egy szabadtéri fitnessparkot, egy lelátóval is felszerelt sportpályát, és egy hozzá kapcsolódó öltözőt. A közel 250 millió forintos beruházás során emellett egy új közösségi térrel is bővült az intézmény, amelyet oktatók és hallgatók egyaránt igénybe vehetnek a mindennapokban, mondta az ünnepélyes átadón dr. Bíró Tibor dékán. A hallgatók azok itt élnek a kollégiumban, de a kollégiumban nincsen olyan nagy közösségi tér, ahol nagyobb létszámban tudnának közös programot szervezni. Eddig ehhez nyilvánvalóan az oktatási tömnek bizonyos helységeit vették igénybe. Zsigó Róbert a térség országgyűlési képviselője beszédében a közel 10 milliárd forintos országos iskolafejlesztési program jelentőségére hívta fel a figyelmet.
hallgatók, akik ide jönnek tanulni, és Bajaváros számára, vagy a térség számára fontos, hogy minél többen tanuljak itt, ők megfelelő körülmények között jól érezzék magukat itt a karon. De az egész 3,2 milliárd forintos fejlesztés az azt is célozza, olyan elemeket is tartalmaz, ami azt teszi lehetővé, hogy aki idejön, megfelelő korszerű tudást tudjon szerezni. A beruházások a továbbiakban is folytatódnak. A tervek szerint a fennmaradó összegből új eszközökkel bővítenék a bajai kampuszt. Emellett korszerű laboratóriumokat is kialakítanának a helyi, illetve a vidéki mérőtelepeken. A KSC Kiskörösi Vattai Technikum és Kollégium új sportcsarnokának ünnepélyes alapkőletételére január 12-én került sor. Így fizikálisan is elindulhat a kivitelezés. Az eseményen elsőként Pap Gyula, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum főigazgatója mondta el beszédét, melyben Francia Lászlót, a KSC Kiskörösi Vattai Technikum és Kollégium igazgatóját méltatta, aki minden alkalmat megragadott, hogy a centrum vezetésének tudatára juttassa, rendkívül szükséges egy sportcsarnok megépítése. Font Sándor országgyűlési képviselő beszédében kitért azokra az egyeztetésekre, amelynek köszönhetően az Innovációs és Technológiai Minisztérium pénzt rendelt első körben a tervezéshez és a kivitelezéshez. Mint mondta, az építőipari költségnövekedés miatt az eredetileg tervezett összeg nem fedezte az építés költségét, ezért 2021. júliusában ismét egyeztetett Palkovics László miniszterrel. Domonyi László Kiskörösváros polgármestere is kiemelte Font Sándor kulcs szerepét. Elmondása szerint a honatja rendkívüli módon állt ebbe a feladatba is. Nagyot küzdött, hogy az iskola megkapja a sportcsarnokot. Az ünnepi beszédeket követően az alapkőletétel következett, melyben helyet kapott egy időkapszula is. Január 5-én ünnepélyes keretek között aláírták az új tornacsarnok kivitelezéséről szóló szerződést, január 12-én pedig már az alapkőletételre is sor került. Ezzel fizikailag is elindult a kivitelezés. Egy 1000 négyzetméteres csarnokot adott át, és egy 2,2 milliárdos fejlesztés alapkövét tette le egy cégcsoport Kalocsán. A beruházás során egy 5300 négyzetméteres csarnok létesül, melyben egy 1600 négyzetméteres üzem és gyártó rész, egy 3700 négyzetméteres logisztikai raktár, valamint egy 500 négyzetméteres irodarész kerül kialakításra. A kivitelezési munkálatok heteken belül indulnak, és a tervek szerint 2023. júniusában fejeződnek be. Az Anda Group cégcsoport 2014. októberében 17 fővel kezdte meg működését Kalocsán. A cég jelenleg összesen közel 400 főnek biztosít munkát, ebből a kalocsai telephelyen 160 főnek, így az Anda Kalocsa és a térség legnagyobb munkáltatóinak egyikévé nőtte ki magát. A csarnok végül saját erőből valósult meg 170 millió forintos beruházással, és ugye a jelenlegi már közel végleges állapotában. Itt 1000 raklap tárolására lesz lehetőség. Elhangzott, hogy a most induló beruházás sorozat középpontjában egy új 11.000 négyzetméteres csarnok építése áll, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy a kalocsai telephely összetett logisztikai funkció ellátására is alkalmas legyen. Font Sándor országgyűlési képviselő beszédében rámutatott, a kormány által létrehozott gazdasági újraindítási alap elsősorban az olyan kezdeményező, felkészült és bátor vállalkozóknak tudott segítőkezet nyújtani, akiknek biztos jövőképe, önbizalma, rátermettsége volt és van. Ünnepélyes keretek között került sor a nemzeti színű avatószalag átvágására, a két ütemben megvalósuló összesen 4 milliárd forintos beruházás első üteme az ünnepélyesen elhelyezett alapkővel vette kezdetét. Jelentős beruházásba kezd egy kiskunhalasi cég. A munkához szükséges ragasztóanyagot helyben fogják legyártani, és az osztrák és szlovák gyárakba is innen szállítanak majd. A projektnyitón ismertették a beruházás részleteit, és arról is szó volt, hogy mit jelentenek a cég fejlesztései Halasnak, illetve a térségnek. Egy újabb beruházásra készül a Halaspak BT. Az elmúlt években is voltak fejlesztések, most pedig a ragasztógyártást szeretnék helyben megoldani. A projektnyitó rendezvényen ismertették a beruházás részleteit és annak jelentőségét.
Das heißt für Halaspack vor allen Dingen. A cégcsoporton belül ezáltal a Halaspack egy magasabb szintet fog elérni, mert a cégcsoporton belül jelenleg 2-3 telephely van, aki ragasztót tud gyártani és szállítani, és ez részünkre ugyebár az ellátási biztonságot is fogja jelenteni. A befektetés volumenje anyagi szempontból 1-2 millió euró körül lehet, és a nyitást, a kezdést, azt, tehát amilyen gyorsan csak lehetne, remélhetőleg a jövő év folyamán már el tudjuk kezdeni. A fejlesztés nem csak a Halaspaknak lesz előnyös, az osztrák és szlovák gyárakat is innen tervezik ellátni. Kiskolonos életében egy komoly mérföldkő lesz ez a beruházás, ami azt jelenti, hogy helyi szinten itt Kiskolonosan fogjuk előállítani magunknak azt a fontos alkotóelemet a termékünkhöz, ami nélkülözhetetlen, ez pedig a ragasztó. Tehát itt helyi szinten fogjuk magunknak előállítani a ragasztót, de nem csak a kiskolonosi gyáregységnek, hanem régió belül is, a cégcsoporton belül mi fogjuk ellátni ragasztóval az ausztriai, illetve a szlovák gyárat. A ragasztó gyártása a Halaspak területén, de különálló egységként valósul meg. Még az idén ökoturisztikai központtal gazdagodik Lakitelek. A település 156 millió forintos uniós támogatást nyert el. Az összegből az új épületen kívül a holták partrendezését, a zöld felület és az utcabútorok megújítását is tervezik. Idén a lakiteleki önkormányzat egy régi terve valósulhat meg Tőserdőben a Holt-Tisza parton. A sokak által ismert emlékmű domb új funkciót kap, ugyanis itt épül majd fel a település ökoturisztikai központja. Ez azt jelenti, hogy ebben lesznek egy belső udvarban lesznek foglalkoztatóhelyek, lesz zárt előadótér, lesz információs pont, ami az év 270 napjában nyitva van. Terveink között szerepel az, hogy Lakitelek egy kerékpáros csomóponttá váljon. Ennek kapcsán ebben a központban lesz egy kerékpáros szerviz lehetőséget biztosító hely is. Madari Róbert, Lakitelek polgármestere a lakosság megnyugtatására elmondta, nem fogják elbontani a sokszor szánkózásra használt emlékműdombot. Az épületet az alsóbb részen fogják kialakítani legyezőszerűen. Az ökoturisztikai központban a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársainak segítségével speciális kiállításokat, vetélkedőket, tájékoztató rendezvényeket fognak tudni tartani. Az épület kívülről zártnak néz majd ki, de nyitott belső udvara lesz, körben járdákkal. Az ökoturisztikai központ a tervek szerint szeptemberben készül el. Újabb fejlesztések valósultak meg Felsőszentivánon. A mintegy 60 millió forintból elkészült infrastruktúrális, energetikai és egészségügyi beruházásokat tavaly év végén zárták le. A pályázatok jóvoltából korszerűsítették az egészségházat, emellett a meglévő kerékpárutakat is felújították. Az egészségházat teljesen leszigetelték, az épület új fűtésrendszert kapott, valamint a vizes blokkokat is akadálymentesítették. A projektre 30 millió forint belügyminisztériumi támogatást kaptak, amit 15%-os önerővel kellett kiegészíteniük, mondta Vörös Szilárd. A legfontosabb talán az, hogy egy olyan területen helyezkedik el, ahol a mini bölcsödénk is van egy udvarba, illetve a mini bölcsödének a bővítésére mozdárult le a közbeszerzés, és szeretnénk pályázni játszó udvar fejlesztésre is. Tehát ez egy ilyen bama-mama komplexum, ha mondhatjuk azt ilyen kis településen. A másik ilyen nagyobb fejlesztés már az infrastruktúrával kapcsolatos. A kerékpárút teljes belterületi szakaszát felújították, az 55-ös főút mentén mintegy 2 kilométer hosszan. A Magyar Falu program keretében erre a pályázatra 30 millió forintot kapott a település. Amikor az 55-ös út felújítása megtörtént, akkor a külterületi szakaszokon teljes hozban elkészült a kerékpárutak megépítése. Nálunk volt belterületi szakasz, erre rá tudott kapcsolódni, tehát beleilleszkedik a miénk is egy komplex egészben. Ez tovább indokolta a felújítatását. Vörös Szilárd kiemelte, a település fejlesztése érdekében további pályázati lehetőségeket fognak keresni. Folyamatban van például a Szélmalom közelében egy közösségi tér kialakítása, amelyre 25 millió forintot nyert az önkormányzat. A tervek szerint az év végére elkészül a Hunyadi Városi Közösségi Ház bővítése Kecskeméten. Az eredetileg 110 éves és 80 négyzetméteres épület helyére egy több mint háromszor nagyobb komplexumot terveztek.
Január közepén területátadással vette kezdetét a Hunyadi Városi Közösségi Ház felújítása, kibővítése. Közösségi munkában már kipakolták és elszállították az összes használt bútort, valamint egyéb lomot. A felújítás után 300 négyzetméteresre bővül az épület, az épület komplexum terveit is városrészben élő tervezők készítette. Az új közösségi házban egy 120 fő befogadására alkalmas előadóterem is lesz. Az új épület résznek itt a jobb oldalra lesz kialakítva, jobb oldalt lesz kialakítva egy új teakonyha, és az új nagy terem résszel szemben pedig mozgássérült mosdó, férfinői mosdó külön. Az eredeti házat hozzáépítéssel bővítik három egymástól teljesen függetlenül használható részre. A korábbi kisebb épület főleg a nyugdíjas klubnak okozott gondot, mert a nagy létszám miatt nem tudtak egy helyen összegyűlni, de a Baba-Mama klub működéséhez is nagy segítség lesz az új épület. A tervek szerint a komplexum még 2022-ben elkészül. A kiskörösi Petőfi szilveszterek régi hagyománya, hogy a költő születésének évfordulóján a város mindenkori vezetője a Petőfi billikommal a kezében tesz fogadalmat a Petőfi kultusz további gyarapítására. Az idei rendhagyó Petőfi szilveszteren sem maradt el Domonyi László polgármester fogadalomtétele. Petőfi Sándor születésének évfordulóján december 31-én rendhagyó módon nem éjfélkor, hanem délután rendezték meg a Petőfi szilvesztert, ahol Domonyi László polgármester a Petőfi billikommal a kezében megtette a 2022-es évre vonatkozó fogadalmát, mely összefügg a 2002-es polgármesteri serleges fogadalommal. Akkor még Barkóczi polgármester úr tette azt a fogadalmat, hogy az országban, akik január 1-én születnek, azok az egyéves gyermekek szilveszterkor megkapják Kiskörösvárostól ezt a kötetet. Ez egy óriási vállalás és egy nagyon szép ajándék. Évente körülbelül olyan szűk 200 gyermek születik, nyilván ez évente változó szám, és a kormányhivatal segítségével egy hivatalos levél megy a szülőknek, és ebben a levélben értesítjük őket erről a lehetőségről. Idén Domonyi László polgármester kiterjesztette azoknak a körét, akik megkaphatják a sorszámozott, névre szóló Petőfi Sándor összes versei című kötetet a várostól. A kötetek eljuttatása a Petőfivel egy napon született Bács-Kiskun megyeiekhez a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum feladata lesz. A város ajándéka a Petőfi kötet emlékeztesse a megajándékozottakat arra, hogy Petőfi Sándorral egy napon születtek, és legyenek büszkék erre a dátumra, mondta Domonyi László polgármester december 31-én a költőszülőház előtt elmondott beszédében. Soltvadkert keresztjén felekezeteinek közösségei a január 16-ától 23-áig tartó ökumenikus imahét minden estéjén találkoztak, és együtt imádkoztak a város templomaiban. Az imahét anyagát a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa állította össze, amelynek központi igéje idén: láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Soltvadkerten a katolikus templomban tartott közös alkalommal kezdődött el az imahét, ahol Arató Lóránd evangélikus lelkész hirdetett igét. Az ezt követő napokban a katolikus templom, a baptista imaház és az evangélikus gyülekezeti terem adott otthont az alkalmaknak, ahol a katolikus atya, a baptista, az evangélikus és a pünkösdi lelkészek hirdettek igét a hét minden napján. Gondolkozzunk úgy, ahogy Isten, és tegyük azt, amit Isten tenne a helyünkben. Ez a bölcsesség definíciója, amikor azt teszem, amit Isten tenne a helyemben. Pál apostol arra bátorít, hogy mindent gondosan vizsgáljatok meg, hogy valóban Istentől származik-e. Ha igen, akkor ahhoz ragaszkodjatok, maradjatok távol mindattól, ami gonosznak látszik. A soltvadkerti hívek örömmel hallgatták más felekezetek ige hirdetését, ismerkedtek azok sajátosságaival, a helyszínadta körülményekkel és a liturgiával. Fontos, hogy testvéri közösségben tudtak lenni. Az összefogás, az együvé tartozás érzése és ennek erősítése lényeges mindenki számára. Jó állapotban sikerült leszedni a Cifra palotáról az összes pirogránit épület díszt. 1903 óta nem volt példa arra, hogy ne legyen cifra a Cifra palota.
Minden egyes majolika elemet megszámoztak és felírták, honnan vették le. A szakemberek november óta mind a 37 majolika mezőt leszették az épület homlokzatairól. A január 10-i sajtótájékoztatón Cifrák László, szilikát restaurátor elmondta, hogy a díszek szerkezetileg jó állapotúak, a problémát a homlokzat téglafelülete és a kerámia közötti kötés előregedése, gyengülése okozta. További gondot okozott és okozhat a későbbiekben a vízesedés, ugyanis a hullámzóan íves pártafal teteje nem védi meg a vakolatot a nedvességtől, erre is megoldást kell találni. A pirogránit díszeket a vízesedés megszüntetése után új ragasztó habarccsal és rozsdamentes mechanikai rögzítéssel helyezik majd vissza az épületre. Január 12-én Csúlya Imre, Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló színművész volt a Soltvadkerti Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola vendége. A rendhagyó irodalomórán József Attila, Radnóti Miklós, Ady Endre és Babits Mihály verseit hallhatták a diákok az Örkény Színház művészének előadásában. Csúlya Imre számára az Üvegtigris és a Valami Amerika című filmek hozták el a nagy áttörést és a sikert. A filmes pályám a Janis Attila indított el a Hosszú Alkony című filmmel, ahol egy ilyen sprőd buszsofőrt játszottam, meg is tanultam vezetni a buszt, tehát azt én vezettem végig, és Törőcsik Mari volt a partnerem. A színművész 12 éve járja már az országot versmondóként. Verssel él és versben gondolkodik, kicsi gyermekkora óta. Hogy 4-5 éves koromban kezdett a nagyanyám nekem hallás után tanítani verseket, és kiderült, hogy én nekem ez nem terhes, sőt, fogékony vagyok rá, és hát mint a szivacsitta az agyam ezeket a Pető, hát nyilván Petőfi, Arany János, Toldi, János Vitéz, ezzel indítottunk. A Soltvadkerti rendhagyó irodalomóra zárásaként Babits Mihály Jónás könyve című 30 perces versét mondta el, amelyet a gyerekek néma csöndben hallgattak végig. Udvarhelyi Attila iskolaigazgató pedig ajándékcsomaggal és egy üveg borral köszönte meg Csúlya Imrének az élményt, amit a gyerekeknek nyújtott. Továbbá megköszönte Szekeres Sándor vállalkozó segítségét, akinek közbenjárásával megadatott ez a lehetőség az iskola számára. Monumentális lelet került elő a földmunkák során Kecskeméten a Homokbányán, a szovjet laktanya egykori járműjavító műhelyének helyén. Természetesen értesítették a Kecskeméti Katona József Múzeumot. Régészeti megfigyelést végeztek a Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársai Homokbányán. Az ott épülő lakópark munkálatai közben került elő a föld alól január 5-én egy szovjet csapat szállító több mint 600 kilós dízelmotorja. Hajagos Csabától, a múzeum történeti néprajzi osztályvezetőjétől megtudtuk, egy különleges MAZ 200-asról van szó. A motort Minszkben gyártották az 1960-as évektől. Ez volt az első dízelmotor Oroszországban, amelyet Magyarországon is alkalmaztak. Ez volt az első dízelmotor, mert Oroszország területén ugye csak a benzines, a hőmérséklet miatt csak a benzines motort lehetett használni. Ez egy rendkívül nagy erőt kibocsátó gépjármű volt, több célra lehetett használni, csapatszállítóként, eszközszállításra és vontatásra is alkalmas volt. Nagyon érdekes, hogy 225 literes tankja mindösszesen 40 km per sebességgel, nagyságrendileg tulajdonképpen 100 km-re volt elegendő, tehát elég nagy fogyasztás volt ennek a gépjárműnek. A munkálatokat tűzszerészek is figyelték, hiszen nem lehetett tudni, mi kerül elő a földből. A fellelt motor a szovjet csapatok jelenlétének az öröksége, ezért a tervek szerint egy kiállítás során fogják bemutatni a Homokbányán előkerült relikviákat. Kiállítás megnyitóval kezdődött az a rendezvénysorozat, amelyet a Bajai Tűzoltóság fennállásának 150. évfordulója alkalmából állítottak össze. Egyenruhások gyülekeztek január 18-án a Szent Háromság téren. Ez alkalommal nem életet menteni érkeztek a tűzoltók a Bácskai Kultúrpalotába. Dr. Farkasinszky Lóránt, a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője beszédében úgy fogalmazott. A szakemberek nem várják a köszönetet munkájukért, de a hála és a pozitív hozzáállás mindig segíti őket. Itt állunk egy 150 éves történetnek az egyes állomásait bemutató tárlat előtt, és ugye el kell gondolkodni, hogy mit is jelent ez. Az én számomra azt jelenti, hogy minden időszaknak megvoltak a maga kihívása, és megvoltak azok az emberek, azok a nemzedékek, generációk, akiknek erre választ kellett adni.
Istennek dicsőség, embernek segítség. Ez az idén 150 éves bajai lánglovagok jelmondata. A helyi katasztrófa védelmi egység Nagybaracskán is rendelkezik őrssel. A 31 hozzájuk tartozó települést jelenleg 75 fővel látják el, 24-48 órás szolgálatban, mondta el Kocsis László tűzoltóparancsnok. A tűzoltók, akik ezekkel a szerekkel vonulnak, illetve dolgoznak, szinte, hát úgy is mondhatjuk, hogy ugye világszintű, Európa szintű felszerelésekkel dolgozunk. A tárlat egy egész éves programsorozat első állomása. A tervek szerint a későbbiekben havonta újabb eseményeket, köztük rajzversenyt és ifjúsági tábort is hirdet majd a bajai parancsnokság. Soltvadkerten nagy hagyománya van a református gyülekezet által szervezett disznóvágásnak. Idén 6. alkalommal adott otthont az eseménynek Holcimmer János csábori részen található tanyája. Szombaton a presbiterek feldolgozták a sertést, amit a vasárnapi ebéden családtagjaikkal és a meghívott vendégekkel közösen fogyasztottak el. A soltvadkerti református világi előjáróság a presbitérium tagjai szeretnek együtt lenni, és egy hagyományos disznóvágás igazán megfelelő alkalom erre. Kapjuk ajándékba Szalonta Janitól, és ezt közösség céljára használjuk föl. Eddig vacsorák voltak belőle, most a Leventének volt egy jó ajánlata, hogy vasárnap ebéd legyen istentisztelet után. Tehát akkor, amikor kijövünk a templomból, mindenki hátra vonul, tehát még egy kicsit ünnepélyesebb, ne rohanjunk el, ne menjünk haza. A közösségi disznótoron mindenki tudta a dolgát szavak nélkül is. Az asszonyok a konyhában, a férfiak pedig az áldozati állat körül sürgölődtek. Én szeretem a disznóvágást. Nem egy egyszerű dolog, nagyon sokan nem szeretik érdekes módon. Persze macerás, összepakolni, szétpakolni is, de mindig azt mondom, a végeredmény lebegjen a cél a szemünk előtt, hogy azért mit készítünk belőle, és akkor az ember azt mondja, hogy azért megéri. Idén 3 fiatal is csatlakozott a csapathoz, akik szintén kivették a részüket a munkából. Már kiskoromban is többször voltam disznóvágáson, ugye a református csapattal már a Kiskuntoron is többször részt vettünk, ott is mindig ott voltam. Korán reggel próbáltunk segíteni, ahol tudtunk a többi fiatallal, szóval mindig is érdeklődtem ez iránt. A jó hangulatban telt alkalom lehetőséget biztosított a résztvevőknek baráti beszélgetésekre és a közösségük megerősítésére. A 2022-es év elejét sajnos még továbbra is a pandémia hatása alatt éljük. Nincs ez másként Kecelen sem, ahol az év első egyik nagyobb rendezvényét, a Flóra fotópályázat eredményhirdetését a szervezők sajnos csak a kamerák előtt tudták kihirdetni. A 2021-es év legnagyobb keceli rendezvénye, a Flóra Virág Fesztivál és keceli országos fazekas kiállítás a vírushelyzet miatt elmaradt. Ennek ellenére a szervezők úgy döntöttek, a hozzá kapcsolódó fotópályázatot Kárpát-medence virágai címmel kihirdetik. A felhívásra összesen 385 kép érkezett. Az eredményhirdetéssel egybekötött fotókiállítás a Magyar Kultúra Napja alkalmából került sor. Haszilló Ferenc polgármester köszöntője után Szarvas Panni éneke színesítette a rendezvényt. Vigyázz a madárra, ha váladra repül, amere az élet arra menekül, bajban a világ, ha egyszer újra messze száll. A felnőtt kategória harmadik helyezettje Kellner név Felső Sára Érsekcsanádról, második helyezett lett Ágoston Éva Budapestről, és első helyezést ért el Imre Péter Peresztegről. Ifjúsági kategóriában harmadik helyezett lett Ábrahám Kitti Győrből, második helyen végzett Szabó Dorina Tótfaluból, az első helyezésért járó fotót Pap Nándor Zsolt küldte Kolozsvárról. Kedves nézőink, a Megyei Krónika műsorát az internetről is megnézhetik, letölthetik, ha ellátogatnak a következő hónapok valamelyikére. Műsorunk ezzel véget ért, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!